város idegen. Az idei évben az idegenforgalmi ankét témája szorosan kapcsolódott ahhoz, hogy a városban jelentős fejlesztési elképzelések indultak el a földtani értékek turisztikai feltérképezésével kapcsolatban. Korbé Barnabás, a Bakony Balaton Geopark vezetője összegezte az utóbbi években elért eredményeket. Úgy is mondhatnánk, elhelyezte Sümeget a geopark térképén, rámutatva, milyen jelentős szerephez juthat a város a beruházások kapcsán. Azt gondoljuk, hogy az itt található nagyon gazdag földtani örökséget még nem tudtuk eddig eléggé alaposan megmutatni, bemutatni az ide érkező embereknek, és különösképpen azért jöttem én magam is nagyon szívesen ide Sümegre, mert azt gondolom, hogy az a turisztikai potenciál, az a lépten nyomon tetten érhető történelmi millió, ez a történelmi hagyományok sokasága mellett azért ugyanúgy megtalálható egy nagyon gazdag földtani örökség is, ilyen ugye a Mogyorosdonnak egy védett természeti értékünk van itt a város közelében, vagy éppen a Fehérkövek, és igyekszünk mostantól kezdve, amennyire ezt kapacitásunk engedi, koncentrálni, egy kicsikét ide fókuszálni a figyelmet. Sümeg környéke az egykori Pannon-tónak a térsége. A nagy víztömeg átalakította a környéket, és rengeteg kőzet típust is itt hagyott, mondta Futó János geológus. Ismertette a Pannon kőpark tervjavaslatát, melynek elkészítésével megbízta őt az önkormányzat. Innét jött ez a gondolat, hogy ilyen név alatt a környéknek a nagyon különleges geológiai értékeit bemutassuk, és hát ezen belül annyira gazdag a terület kőzettani geomorfológiai értékekben, hogy többféle típust is meg lehet majd mutatni. Vég László polgármester elmondta, hogy Sümegváros geoturisztikai fejlesztésének megvalósítása lépcsőzetesen zajlik majd. Nagy reményeket fűz ahhoz, emelte ki, hogy a város idegenforgalma, a vár vonzása és a barokk belváros rehabilitációja mellett a geoturizmust is magába foglalja. Kovács László alpolgármester és Tihanyiné Imre Lívia, a pénzügyi és gazdálkodási osztály vezetője, a Mogyorosdombi Kovakőkemp tapasztalatairól, az előző szezon eredményeiről és a közeljövőben esedékes fejlesztésekről számoltak be. Májusban geotúra keretében az érdeklődők be is járhatják majd azokat a területeket, melyeket most elméletben érintettek.